Jó napot kívánok! A kemenesaljaiak által felállított 10 méteres trianoni emlékműtövében minden év szeptemberében felidézik a magyarság egyik legszomorúbb történelmi eseményét. A trianoni kereszt felállításának 83. évfordulójára idén szeptember 22-én emlékeztek. A trianoni békeszerződés eseményeire emlékeztet a Sárkegy csúcsán magasodó emlékkereszt, melyet 1934. szeptember 23-án avattak fel. A kemenesaljaiak által felállított kereszt azóta is Magyarország legmagasabb trianoni emlékműve. A közel 20 méteres építmény tövében minden év szeptemberében felidézik a magyarság egyik legszomorúbb történelmi eseményét, és megemlékeznek a kereszt felállításának évfordulójáról. Most szeptember 22-én szombaton gyűlt össze a közönség, hogy felidézze az emlékkereszt felállításának eseményeit. A rendezvény Vitéz Juhász Antal velszavalatával vette kezdetét, majd Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket. A polgármester beszédében kiemelte, a keresztet kemenesalja népe állította arra a fájdalomra emlékezve, amit a trianoni szerződés megkötése okozott. Megjegyezte, még élő szóbeszéd van arról a 10 000-es tömegről, mely a keresztavatásakor kígyózott a Sárkegy felé. Fehér László azzal zárta a beszédét, hogyha a megtörténteket helyrehozni nem is lehet, őrizzük együtt a nemzet közös értékeit. A polgármester beszéde után Barta István szavalt verset, majd az esemény ünnepélyes beszéde hangzott Németh Tibor könyvtervezető szónoklatában. Németh Tibor mozzanatról mozzanatra idézte fel 1934. szeptember 23-ának eseményeit, valamint a keresztállításának előzményeit, az ötletet, a kezdeményezést, a tervet és a kivitelezést. Sorban hangzottak el a kereszthez köttető legfontosabb nevek, úgy mint Szakály Dezső, Királyfalvi Gusztáv, Halászi Jenő vagy Berzsenyi Janusics Miklós, hogy csak a legismertebbeket említsük. A beszédet koszorúzás követte, az esemény résztvevői az emlékezés virágaival tisztelettek a magyarság történelmi szimbólum előtt. Végül a Kemenes Magasi Citer zenekar és Népdalkör műsorával zárult a rendezvény. Az anyateljes táplálás világnapjának ünneplése Celldömölkön is népszerű hagyományá vált. A jeles esemény alkalmából szeptember 21-én a Védőnői Szolgálat és az önkormányzat munkatársai köszöntötték a kisbabákat és a kismamákat. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF kezdeményezésére 1992 óta tartják az anyateljes táplálás világnapját, felhívva ezzel is a figyelmet a csecsemők megfelelő táplálásának fontosságára. Szükséges is a propagálás, hiszen még ma is több millió újszülött hal meg világszerte azért, mert nem jut anyatejhez. Tanulmányok támasztják alá, hogy az anyatej többek között felére csökkenti a hirtelen csecsemő halál kockázatát, véd a fertőzésektől, erősíti az immunrendszert, és természetesen ezen kívül még számtalan jótékony hatása van a gyermekek és az édesanyák számára is. Ezt ünnepli és népszerűsíti az anyatejes világnap augusztus 1-én, és ennek egyében köszöntik minden évben Celldömölkön is az anyatejjel tápláló édesanyákat és kisbabáikat. A rendezvényre idén szeptember 21-én került sor a Védőnői Szolgálat szervezésében a Városi Önkormányzat közreműködésével. Péntek délelőtt a KMKK aulájában gyűltek össze a meghívott vendégek, édesanyák, édesapák, nagyszülők és természetesen a kisgyermekek. A rendezvényen elsőként a védőnők köszöntötték a megjelenteket, majd a város képviseletében Fehér László polgármester tartott beszédet. A városvezető hangsúlyozta, a digitális világban rengeteg hasznos, de legalább annyi haszontalan és téves információ is terjeng, többek között a gyermeknevelésről, az anyateljes táplálásról és a szoptatásról is. Ezekben a témákban azonban mindig jobb a szakértőkre, ez esetben a védőnők szakmai tudására hagyatkozni. A polgármester kiemelte még a családalapítás és a gyermekvállalás fontosságát, valamint örömét fejezte ki, amiért az elmúlt évben is sok új lakóval gyarapodott a város. Majd dr. Vekter Walter járási tiszti főorvos vette át a szót, aki az anyateljes táplálás számtalan előnyét sorolta a kisbabákra és az anyákra nézve. Hiszen nincs olyan tápszer, amely ennyire személyre szabott lenne. Az anyatej véd a környezetben lévő kórokozók ellen, erősíti az immunrendszert, csökkenti az allergiás megbetegedések és a cukorbetegség előfordulásának valószínűségét. Ráadásul az édesanyáknál csökkenti a petefészek és emlőrák, a csontritkulás és a szülés utáni depresszió kockázatát. A Védőnői Szolgálat munkatársai köszönetüket fejezték ki azoknak az édesanyáknak, akik az anyateljes táplálás mellett döntöttek, és mindent elkövettek azért, hogy minél tovább szoptathassák kisbabáikat.
Végül ajándékozás következett a polgármester a Népjóléti Szolgálat igazgatójával és a körzeti védőnökkel közösen köszöntötte az anyateljes gyermekeket és az édesanyákat. Péntek este újabb állomásához érkezett a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület közéleti kávézó sorozata. A program vendége és beszélgető partnere ezúttal az évelejétől visszavonult Pannonhalmi főapát Várszegi Asztrik volt. Szeptember 21-én Várszegi Asztrik bencés szerzetest köszönthették Celldömölkön az érdeklődők a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület közéleti kávézója keretében. Az egykori Pannonhalmi főapáttal Fehér László az egyesület elnöke beszélgetett, aki az est bevezetőjében röviden ismertette a teltházas hallgatósággal Várszegi Asztrik életét és pályáját. A bemutató után aztán maga a püspök vette át a szót, hogy színes történetekkel és anekdotákkal egészítse ki a lexikális tartalmat. Így tudhatta meg a közönség, hogy az Imre néven született püspök pályaválasztásakor miért kérte magának az Asztrik nevet, vagy hogy milyen tapasztalatokat szerzett Bajai Bakaként a 22 hónapos katonai szolgálat alatt. A másfél órás beszélgetés során nagyon sok kérdésre kitért az előadó, saját története után a bencés rend alapításáról és történetéről is beszámolt, melyekről ha korábban hallott is a közönség, egészen új képet kaphatott a benfentes szemén át. Várszegi Asztrik mesélt arról, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie valakinek ahhoz, hogy a 60-as években bencés szerzetessé váljon, valamint hogy a rendszerváltozás után hogyan sikerült újjáépíteni a pannonhalmi apátságot és a rendet. Asztrikot 1991-ben választották főapáttá, melyet bizalmi szavazáson két alkalommal is meghosszabbítottak, így összesen 27 évig volt pannonhalmi főapát. Épp ezért számtalan esemény fűződik a nevéhez, úgy mint az 1000 éves bazilika komplex művészettörténeti és építészeti felújítása, vagy az ortodox és a katolikus egyház összebékítésére tett kísérlete. A püspök az aktualitásokat feszegető kérdések elől sem futamodott meg, így a beszélgetés során bátran fejtette ki véleményét a belső körökben is sokat bírált Ferenc pápáról, akit az első olyan pápának tart, aki valóban megtestesíti azt, amit a II. Vatikáni zsinat megfogalmazott. Az est végén pedig még arra is majdnem fény derült, hogy hova jár inkognitóban kikapcsolódni egy pannonhalmi főapát. Celldömölk 5. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. A közösségi közlekedést és környezettudatosságot népszerűsítő akció szeptember 16 és 22 között zajlott városszerte. Vasárnap Mix & Move mottóval újra elstartolt a mobilitási hét. Szeptember 16-a és 22-e közötti már 17. alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A mozgalomhoz Celldömölk idén 5. alkalommal csatlakozott, így vasárnaptól kezdődően ismét változatos, a közösségi közlekedést és a környezettudatosságot népszerűsítő színes programok zajlottak városszerte. A tematikus hét szeptember 16-án hivatalos megnyitóval és vulkánsági túrákkal vette kezdetét. Vasárnap délelőtt a Vulkángyógy és Élményfürdő komplexuma előtt gyülekeztek a kerékpáros és Nordic Walking túra jelentkezői, hogy egy gyors regisztráció után a testmozgásnak és a festői tájnak szenteljék a délelőttjüket. A programot Fehér László polgármester köszöntő szavai nyitották, aki elismerően megjegyezte, láthatóan egyre népszerűbbek a Sákegy Térsége Turisztikai Egyesület és az önkormányzat közös túrái. Bízik abban, hogy a résztvevők száma a jövőben csak növekedni fog. Habár a Nordic Walking hagyományai egyelőre még nem vertek gyökeret Kemenesalján, szerencsére mégis minden évben akadnak vállalkozó szellemű jelentkezők, akik akár egy rövid oktatást követően ezzel a sportszerrel vágnak neki a kijelölt távnak. Sokkal népesebb táborral büszkélkedett azonban a kerékpárral túrázók csoportja, vasárnap délelőtt közel 30 biciklis indult el a hegyi útra. A 20 kilométeres táv Kemenesalja legszebb tájain vezette keresztül a túrázókat, áthaladva Bodogpusztán, Kemenes Kápolnán és Mesterin. Hogy azt a korábbi évek tapasztalatai is mutatják, a túra útvonal viszonylag könnyű, így a kisgyermekes családok is bátran vágtak neki a kirándulásnak. A frissítő pontról pedig a Mesteri Borbarátok Sághegyért Egyesülete gondoskodott, akik a Mária szobornál szőlővel, mustal és borral kínálták a résztvevőket. A vulkánsági túrák azonban csak a nyitó programjai voltak a mobilitási hétnek. Mivel a környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni, így az akció is elsősorban a legkisebb korosztály számára kínált programokat. Csütörtökön moziba hívták a szervezők a kisiskolásokat, ahol a közlekedéssel kapcsolatos információkat sajátíthatták el a gyerekek egy animációs oktatófilmen keresztül.
Péntek délelőtt pedig akadálypályává változott a Géfintér, ahol az óvodások és a kisiskolások bizonyíthatták ügyességüket. A különféle szalom és sorversenyek természetesen a magabiztos közlekedés gyakorlását célozták. Ahogy arra a mobilitási hét is rámutatott, szükség is van a gyakorlásra és az ismeretterjesztésre, hiszen a legifjabb generációt tekintve már egészen ritka, hogy valaki egyáltalán használja a közösségi közlekedés különböző eszközeit. Most azonban ebben sem volt hiány, a kisgyerekek dottovonattal járhatták körbe a várost, ízelítőt kapva a vonatozás élményéből. A mobilitási hét szeptember 22-én autómentes nappal zárult. A rossz idő miatt az erre a napra tervezett programok nagy része a KMKK falai közé szorult, így itt került sor a mobilitás jegyében hirdetett rajzpályázatok eredményhirdetésére is. A zsűri korcsoportokra bontva díjazta a legjobban sikerült pályaműveket, külön az egyéni alkotásokat és külön a csapatmunkákat. Annak sem kellett azonban csüggedni, aki nem ért el helyezést, hiszen az eredményhirdetésről senki nem távozott üres kézzel. Szintén a délelőtt során került sor a tavaly nagy sikert aratott trükkös biciklik kitelepítésére is, melyek nem csak a gyerekek, de a felnőttek ügyességét is komoly próbára tették. A délutánra tervezett kerékpáros felvonulás az időjárás miatt elmaradt. A pótlására a jövő hétvégi szüreti rendezvényen kerül sor. Szeptember 29-én délután 3 órára az alsósági központba várják a szervezők az érdeklődőket egy közös bicikli díszítésre, majd a szüreti menethez csatlakozva a kerékpáros felvonulásra. A következő hétvége Celldömölkön a szüreti mulatság jegyében fog telni. A sághegyi szüreti napok programkínálatáról Pálné Horváth Mária, a művelődési központ igazgatója tartott tájékoztatót. Nem kell sokat buslakodni a nyár után, hiszen a szeptember egyet jelent a szüreti mulatságok és őszi fesztiválok időszakával. Celldömölkön is minden évben ekkor kerül sor a város egyik nagy rendezvényére, a sághegyi szüreti napokra. A kétnapos programkavalkádra a következő hétvégén kerül sor. Ez évben a hagyományos programok mellett igyekeztünk újítani is, olyan programokat megvalósítani, melyek által szüretibb lesz a szüreti napok. Pénteken a hagyomány jegyében délelőtt és délután Játszunk bábszínházat címmel vásári komédiákat adnak elő az Ultraviolák bábcsoport tagjai. Erre az óvodásokat és a kisiskolásokat várjuk. Délután 2 órakor a nagysomlói első szőlészeti borászati szakmai napot szervezzük meg. Ez egy újítás a programsorozatban, reméljük sikeres lesz, hiszen az ügynek olyan jeles előadókat sikerült megnyerni, mint dr. Baló Bolbára, dr. Jánki Ferenc, akik a szőlészetborászat területén országos hírű szakemberek, és nem mellesleg pedig Barát Sándort, aki a nagysomlói hegyközség elnöke, és szintén előadója lesz a szakmai programnak. A házigazda Dankai Imre lesz, aki szőlészborász és a hegyközség alelnöke, és mellette pedig a szőlészetborászat területén jártas szakemberek szólalnak fel, meghívott előadóként, hozzászólóként, mint például Tornai Tamás, somlói borosgazda, a Tornai Pincészet tulajdonosa vezetője. A szőlészeti szakmai nap megvalósításában, előkészítésében nagy-nagy segítségünkre volt Fehér Tamás és Fehér Csaba, akiknek köszönettel tartozunk. Érdemes lesz tehát ellátogatni a borászati szakmai napra, hiszen számos előadás, kerekasztal beszélgetés zajlik majd a szakmát érintő legaktuálisabb kérdésekről, és persze a borkóstolás sem marad majd el. A konferencia után kiállítás megnyitóra várják a kemenes aljaiakat, melynek az ezer arcú sághegy áll majd a középpontjában, történetével, természeti kincseivel, szőlészetével és borászatával. A helyi közösségek, szakmai csoportok és gyűjtők közreműködésével létrejövő tárlatot Ambrus Lajos, József Attila díjas író és Kissomjóhegyi szőlős gazda nyitja meg. Este 6 órától aztán a mulatság is kezdetét veszi a városközpontban, Szüreti utcabál várja majd az érdeklődőket az Eldorádóval, a Retroleum zenekarral, végül pedig Retro diszkóval. Szombati programunk is remélhetőleg színesnek ígérkezik, és itt is a hagyomány és az újítás párhuzamosan halad egymás mellett. Délelőtt lesz a piac, a kirakodóvásár, a helyi termékek bemutatója, valamint a Soltis Lajos Színház utcaszínháza Almagránát címmel.
A kézművesek bemutatója is zajlani fog már kint a téren, és berendezzünk egy népi játszóházat, ahol a gyerekek kipróbálhatják a mesterségeket, a régi népi játékokat, gyermekjátékokat. A délután a szüreti felvonulással folytatódik. Alsóságról, egy új helyszínről indítjuk most a menetet, a volt iparcik bolt előtti térről indul majd a felvonulás, ugyanis a felvonulást megelőzően vidám szüreti felvonulásra toborzó hívó műsor veszi majd kezdetét 3 órától, ahol népzenészek, cigányzenészek, néptáncosok és óriás bábosok toborozzák a felvonulásra fogékony közönséget, hogy minél többen tartsanak velünk a városközpontba. A felvonuláson közreműködnek különböző zenészek, táncosok, óriásbábosok, gólyalábasok, fogatok, motorok, ahogy szokott lenni ez az elmúlt években is. Reméljük, hogy színes lesz most is a felvonulás. Mindeközben vendégei is érkeznek a városnak. Celdömölkre látogatnak a testvérvárosok delegációi Panyakóból, Najdaúból és Erdőszentgyörgyről. A köszöntések mellett pedig, ahogy lenni szokott, műsorral is készülnek a helyiek számára. A felvonulás zárásaképpen zászlóforgatók látványos produkciójára kerül sor a főtéren, közben pedig készülődünk majd a színpadon a testvérvárosi köszöntőkre, polgármesteri köszöntőre és az olasz vendégművészek, énekesek fellépésére, akik Brindisi címmel olasz operákból, operettekből, nagy slágerekből, sanzonokból, népszerű nápolyi dalokból adnak majd egy ízenítőt, körülbelül egy órás program lesz ez. Majd kihirdetjük a fesztivál tortája és a fesztivál bora versenyeknek az eredményét, és készülődünk az esti nagy koncertre. 9 órakor fog fellépni a színpadon az Ocsó Macsó zenekar. A sághegyi szüreti napokat pedig idén is látványos tűzijáték zárja. A város önkormányzata és a Kemenesaljai Művelődési Központ munkatársai ezúton is hívnak és várnak minden érdeklődőt a rendezvényre. A magyarság gyökereiről, nyelvéről, származásáról, etnikumokról tartott előadást Faragó Anna Mária dokumentumfilm rendező és író. A hétfő délutáni ismeretterjesztő prezentáció után legújabb filmje, a Menaságra repülj is bemutatásra került az Ártmoziban. Celdömökön is bemutatta a csíkmenasági székelyekről szóló filmjét Faragó Anna Mária, dokumentumfilm rendező és író. A székelyek életét, összetartását, hagyományőrző gondolkodásmódját és identitás tudatát feldolgozó alkotást egy ismeretterjesztő előadás előzte meg a rendező személyes prezentációjában. Faragó Anna Mária életművében kiemelt helyet kapott a magyarság gyökereinek kutatása és feltárása. Jászmészarói származása miatt szoros kapcsolat fűzi a magyar etnikumokhoz. A rendező épp ezért fontosnak tartotta megosztani közönségével a magyarok eredet történetéről szóló tudományos vitákat és a magyar történelemírás torzításainak hátterét. Kiemelte, az ősi gyökerekhez akkor érezheti magát legközelebb az ember, ha felkutatja a határon túli magyarság elszeparáltan élő csoportjait. Ehhez kapcsolódóan készítette el dokumentumfilmjeit is, 2009-ben a gyimesi csángokról, most pedig 2017-ben a csíkmenasági székelyek életét bemutatva. A Menaságra repülj kiváló képet fest arról, hogy a csíkmenaságon élő székelyek milyen példamutatóan őrzik magyar gyökereiket és hagyományaikat. Bemutatja a híres kürtös kalács készítést, melynek származási helye csíkmenaság, a patkoló kovácsot, a kenyérsütést, a Vasalbert tegényeiből ismert esztenát, a bútorfestést, a hegedű készítést, a székelykapu faragását, de mindezeken túl a székelyek lelkét, a székely humort és az elszakított országrészek magyarainak emberi drámáját, vívódását. A rendezőnő a film készítésével kapcsolatban számos anekdotát is elmesélt közönségének, majd a dokumentumfilm vetítésével zárult a hétfő esti közönség találkozó. Az előző heti Körmend elleni rangadó után ezúttal könnyebb ellenfél várt a celdömölki VSL labdarúgó csapatára. Futballistáink múlt vasárnap Ikerváron léptek pályára. A bajnokságot 3 döntetlennel kezdő Ikervár otthonában egyértelműen a CVS-e számított a mérkőzés esélyesének, ám a hazaiak eddig mutatott teljesítménye miatt semmiképp sem számíthattunk könnyű összecsapásra.
A találkozót jól kezdte a Celldömök, de az Ikervár is roppant harcosan, motiváltan lépett a pályára, és komolyan megnehezítette a miaink dolgát. A mélyen védekező hazaiak ellen átlövésekkel igyekezett eredményes lenni Kovács Balázs alakulata, de az első találatra 34 percet várni kellett, ekkor Molnár Tamás vette be Scherer Pálint a kapuját. A félidő vége előtt 11-esből megduplázhatta volna góljainak számát a vendégcsapat, ám a nagy lehetőségekkel nem sikerült élni, így egy gólos celi előnnyel térhettek pihenőre a csapatok. Fordulás után még próbálta tartani a tempót a házigazda, de negyed óra elteltével elfogyott a lendület és bedarálta ellenfelét a lista vezető. Egymás után dolgozta ki helyzeteit a Celldömök, és ezek közül 5-5 gólra is váltott. A találkozó ezen szakaszában csak a gólkülönbség volt kérdéses, az erejével teljesen elkészülő hazai együttes kénytelen volt fejet hajtani a nagyobb tudás előtt. Nehezen indult be a gólgyártás, de a látottak alapján 6-0 arányban is teljesen megérdemelten nyert a CVS-e, és őrzi első helyét a bajnoki tabellán. Hazai pályán kezdte meg bajnoki szereplését női kézilabda csapatunk. A nyitányon a tavaly 10. helyen záró Komárom ellen kellett itthon tartaniuk a 2 pontot a celi lányoknak. A hazaiak gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első percekben már 6 góllal is vezettek. Pásztor Zsófia, a vendégek edzője, látva az eredmény alakulását, időt kért, majd ezt követően kissé magára talált a Komárom, de 3 gólnál közelebb nem tudta megközelíteni a hazaiakat. Felváltva estek a szebbnél szebb akciógólok, mindkét csapat támadó szellemben játszott a félidő végéig. A játékrész végére a mérkőzés elején megszerzett 6 gólos előny megmaradt, és 19-13-as eredménnyel mehettek a lányok az öltözőbe. A második félidő is úgy folytatódott, ahogy az elsőt abba hagyták, mindkét csapat bátran felvállalta a támadásokat. A gyors játékban természetesen olykor csúsztak hibák is, az előre ívelt labdákat mindkét oldalon többször sikerült a védelmeknek kezelni. A hazaiak támadásban ötletesen, lendületesen játszottak, védekezésben pedig határozottak voltak. A látottak alapján a lányok akarása, lelkesedése magabiztos, 34-24 arányú győzelmet hozott, a végén megérdemelten kaptak vastapsot a szép számú nézőközönségtől. Tankoljon jó minőséget, jó áron! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs sávról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!